Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni az első két szamjariciní babámat. Ők ugye valójában a selyemehernyóknak, selyemrepkéknek a leszármazottai, tenyésztett alakjai. Most éppen azt lehet megfigyelni, hogy a fiú udvarol a lánynak. Ügyesen csináljátok csak. Ügyesek legyetek. A kisfiú tegnap előtt kelt. Sajnos a szárnyait nem tudta kifeszíteni. Már maga a bábbőr is elég nehezen jött le róla. Hogy mi lehetett ennek az oka. Akár az, hogy nem volt elegendő páratartalom. Nem tudom. Viszont nagyon kedvesen ezekkel a kis behajtogatott szárnyaival is megül azokon a növényeken, amelyeket felkínálok neki. Ugye a fiút és a lányt abban lehet egymástól megkülönböztetni, hogy a lánynak, akit ugye a nagy szárnyaival kifeszített állapotban most éppen, ugye készségesen fogadja a fiú közeledését, hogy az ő potroha szélesebb. Ugye ezen keresztül fogja lerakni a kis petéit. A fiúknak a potroha hátrafele elkeskenyedik. Ugye akkor, ahogy ezek szerint ki is derült, ugye ivari két alakúság van. A nőstényeknek a csápja egyébként rövidebb. A fiúknak a csápja az szélesebb. Egyes fajoknál ez eltérő lehet. Hát úgy nézem, hogy itt sikeres baba projektbe fogtak bele. Őket március 10-én vásároltam egy tenyésztő hölgytől. Ugye akkor már a lárva stádiumnak a 4.-5. szakaszában jártak. Ugye az utolsó lárva bőrük levedlését követően kezdtek meg a gubószövésükbe. És akkor egy kicsit mutatnék erről is néhány képet. Hát a gubójuk az így néz ki. Ugye valójában a hernyó az, aki ilyen 8-as meneteket ír le a fejével. És hát nagyon finom, vékonyságú fonalat készít, vagy sző, ugye ez a selyem fonál. Hát egy ilyen gubóban körülbelül 2-3 kilométer hosszúságú selyemfonalat tudnánk visszafejteni. Ugye a nagy tenyésztők nagy szaporulatokban ugye a selyemlepke hernyóját használják a selyem előállítására, de ilyenkor nem engedik őket tulajdonképpen kifejlődni, átalakulni, hanem előlik őket egy folytásos, hát ilyen gőzüléses, forró levegős módszerrel, és ugye így veszik el tőlük tulajdonképpen az elkészített selyem szálakat. Hát ahogy megnézitek itt belül, én már ugye felvágtam, amikor ők már bebábozódtak. Ugye még a hernyó a friss gubójával még nagyon sérülékeny, ilyenkor nem nagyon szabad őket sem megfogni, ugye könnyen összenyomhatóak. Meg kell várni, amíg ez a gubó szépen megkeményedik. És hát ugye a fej végén hagynak egy nyílást, és ezzel a nyílással lefelé, tehát valahogy így kell őket lógatni, vagy legalábbis a természetben ők így feszítik ki, hogy a gubó egy-egy szálát, egy-egy növényi szára, levélre. Hát ugye most már a lakásfogban tartott lepkéknél ezt az ember teszi meg helyettük sok esetben. És hát annak érdekében, hogy ne szoruljanak bele ebbe a gubóba, érdemes így nagyjából félig bevágni. Hát jobban nem, mert én is sajnos ezt elszúrtam. Egy-két gubó esetében kicsit megszaladt az olló vége, és így túl nagy lett ez a bemetszés, és ebből ugye feje lefelé ki is csúszott egy ilyen bábom. Hát túlélte szegényke az ütődés, de nem biztos, hogy ez éppen szerencsés, hogyha ennyire bevágjuk, úgyhogy erre érdemes odafigyelni.
Nyilván a gyakorlás teszi a mestert. És hát ugye ebben a gubóban védve vannak, tehát tulajdonképpen ugye az eredeti élőhelyükön, ahol magas a páratartalom, gyakoriak az esőzések, ugye ez az esővíz nem tud áthatolni a gubó anyagán, és így megvédi őket attól, hogy a gubón belül a bábuk megfulladjanak a víztől. Ugye az utolsó bőrüket, ami már nem lárva bőr, hanem hát ugye bábbőr, hoppá, ezt is ugye itt vedlik le. Hát ezen a két képen itt látszik, hogy ugye így nézett ki egy lárva bőr, hernyó bőre, és így pedig a bábbőr. Hát amíg benne volt a példány, addig, de még így a levedlet bőrön keresztül is lehet látni itt a potroknak a két oldalán azokat a kis nyílásokat, amelyek a légcsőrendszerüknek a nyílásai. Ugye ezeken keresztül passzívan áramlik be a levegő, illetve a benne lévő oxigén, és aktívan ugye a potroknak az összehúzódásával préselik ki magukból, ugye kemény izommunkával az elhasznált levegőt. Hát ugye magukon a hernyókon is jól látható volt a szelvényezettség, ugye a rovarok hízelt lábúak, ősei ősi gyűrűs férgek voltak, ugye a földi liszták, piócák rokonai, tulajdonképpen a lepkék is, ugye a szelvényezettes felépítés az jól megfigyelhető a lára alakjukon is. És hát a növekedésben lévő bábon szépen meg lehetett figyelni napról napra azt, hogy megjelentek az összetett szemek, kialakultak a csápok. És hát ugye, ami érdekessége ennek a fajnak, ennek a Zamia ricininek, hogy egy éjszakai lepke, a hímek repülnek főként éjszaka, a nőstények kevésbé aktívak, ők ugye üldögélve várják a hímet, feromonokat kibocsátva csalogatják őket a párzáshoz. És ugye, mivel hiányzik a kifejlett lepkének a szájszerve, ezért ők nem táplálkoznak. És hát mivel nem táplálkoznak kifejlett állapotukban, így már ugye energiát nem tudnak felvenni, és mivel a repülés az egy eléggé energiaigényes folyamat, ezért tulajdonképpen annak az energiáját hasznosítják, amit a hernyókorukban a fagyalbokor leveleinek elfogyasztásával nyertek. És hát, ha még van kedvetek, akkor nézzük meg azt, hogy mekkora tömege van egy ilyen gubó anyagnak. Hát van egy ilyen kis picike mérlegem, és akkor ráérzem ezt a szép nagy gubót. És hát nem tudja lemérni a tömegét, ami akkor azt jelenti, hogy ugye nagyon könnyű ez az anyag. Hát ennek a mérlegnek a mérési pontossága az ugye plusz-minusz 0,1 g, de ezt most itt nem tudja bemérni. Esetleg ha ráteszünk még egyet, még akkor ez így is csekély tömeget jelent, tehát 0,1 g alatt van. Hát maga a báb egyébként mértem külön fiút, illetve külön lányt. A fiú az olyan 1-1,5 g-nyi volt, a lány pedig elérte akár a 2 g-nyi tömeget is, úgyhogy ők ugye a versenyben a pálmát elvitték volna. Úgyhogy ez a versenynek a célja, hogy ki a nehezebb, ki a faj súlyosabb, akkor ott a lányoké lenne az elsőbség. No, hát remélem, hogy egy kicsit hasznosnak éreztétek ezt a bejelentkezést, és drukkoljatok ennek a két lepkének, hogy legyenek utódjaik. Sziasztok!